Táplálék kiegészítés fontossága. Pont erről beszéltünk az előbb, hogy egy élsportolónak ugye az egy kötelező dolog. Egy hobbi sportolónak? Egy élsportolónak sem kötelező dolog. Egy bizonyos részét javasoljuk. Tehát átlagembernek is és sportolónak is alapvetően szüksége lehet étrendkiegészítésre, hogyha nem megfelelő az étrendje, illetve ezen a területen, Európában élünk, ahol nem megfelelő a napsütés, tehát D-vitamin pótlás, C-vitamin és E-vitamin pótlása szóba jöhet mondjuk télen mindenképpen. De nem tennék különbséget a szabadidős sportoló és az élsportoló között abban, hogy mennyire van szüksége étrendkiegészítésre. Nyilván, aki szórakozásból sportol, annak ez egy választott opció. A céljaihoz szükség lehet étrendkiegészítésre. Most meglepődtem. Miért? Hogy nem teszünk különbséget? Én a könyvben sem teszek különbséget, tehát az a kérdés, hogy mi a célja, miért ítéljünk el egy amatőr testépítőt, aki egy naturál versenyen elindul, ő teljes mértékben, tehát ő nem ilyen sportoló hivatalos szempontból, mert őt nem támogatja az állam, nem fog belekerülni egy válogatott keretbe, és nem fog kijutni az olimpiára. Tehát ő egy szabadidős sportoló a mi kategóriáink szerint. Az élsportolónak a szerintem, vagy nekem kedves definíciója, az az, aki a saját sportjában a hazai és nemzetközi versenyeken eredményesen szerepel. És akkor ez nem bontja azt, hogy olimpiai sportág, nem olimpiai, van-e szponzora, nincs szponzora, ahhoz, hogy valaki élsportolónak nevezze magát, ahhoz országos versenyeken érmet kell szereznie, meg nemzetközi mezőnybe versenyeznie. Hát ezért nem teszek különbséget a kettő között, mert gyakorlatban az edzésterhelés ugyanakkor lehet, mint egy élsportolónál, tehát számomra ez a kettő nem választó külön. Csak abból a szempontból, hogyha elmegy az orvoshoz, azt mondják neki, hogy ne szedd ezt a sok proteinszteroidot, meg mit tudom én, mert nem értik, hogy mit szed és miért szedi, és eltanácsolják az étrendkiegészítők szedésétől. Uh-huh. De ahogy hozzám jön, akkor én azt mondom neki, hogy persze, fogyasztod ezt így és így, nem tiltom el tőle, hiszen számomra nincsen a kettő között különbség. Tök jó. Tehát ezt én nem mondtam, viszont az étrendkiegészítőkre nem feltétlenül van szükség nagy mennyiségben, tehát nagyon sokszor látjuk azt akár testépítőknél, akár mondjuk 12-14 éves úszóknál, hogy havi szinten 100.000 forint körül összeget költenek, vagy még többet étrendkiegészítőkre, és ez már biztos, hogy felesleges. Tehát aki ennyit költ étrendkiegészítőkre, az rosszul használja az étrendkiegészítőket, vagy alkalmatlan arra a sportágra, amiben versenyezni szeretne. Vagy ez már lehet, hogy ugyanaz a kategória, mint a kényszeres kalória számára. Persze, ez már pszichés betegséget jelentett, egy 18 éves felnőtt ember szed 20 fajta kiegészítőt, az valószínűleg már valamilyen problémától szenved. De egy 12 éves gyerek nem magától szedi a kiegészítőt, hanem azért, mert az anyukája vagy az apukája azt akarja, hogy neki egy olimpikon gyereke legyen, és bele fogja diktálni. Tehát ez, ilyenkor a szülőt küldjük pszichológushoz, tehát ez teljesen, megmondjuk egyenesen, hogy hát javasoljuk, hogy esetleg ketten beszéljenek a pszichológussal, mert valószínűleg itt egy túlzott teljesítménykényszer van a gyerek fele, ami nem egészséges a gyereknek sem, meg a szülőnek sem, meg a szülő-gyerek kapcsolata sem egészséges. Tehát azt mondhatjuk, hogy egy élsportolónak valószínűleg egy 20-30-40 forint értékben költenie kell étrendkiegészítőkre, ha jól akar szerepelni versenyeken, akkor is, hogyha ő szabadidős sportoló vagy állami keretben lévő és főállásként sportoló. Milyen a hazai helyzet étrendkiegészítés kapcsán? Most említettél csomó vegyületet, meg azt, hogy akkor ez már dopping, nem is az már ilyen. Mennyire megbízhatóak az itthon kaphatóak? Hogyha nem Mexikóból rendelek egy szuper potencia növelő, akkor... Mi azért szoktunk magyar cégeknek a termékeit javasolni, és magyar cégekkel dolgozni ilyen szinten, mert mondjuk XY gyógyszergyár, akinek van az élsportolókkal kapcsolata, nem akarok egy termékreklámot, ő nem meri megkockáztatni, hogy itthon felelősségre vonják. De ha azt mondjuk, hogy XYZ testépítő nevével kényelzett amerikai cég Európában is forgalmaz terméket, azt nem fogja egy élsportoló beperelni, sikeresen beperelni. Tehát mi arra megyünk rá, hogy Magyarországon gyártott kiegészítők legyenek elsősorban, vagy gyógyszergyári minőségű, gyógyszergyár által előállított hatóanyagok, mondjuk D-vitamin. Nem tudunk más csinálni, mert a magyar cégeket azért felelősségre lehet vonni, vagy a magyar érdekeltség Magyarországon gyártott cégeket azért felelősségre lehet vonni, és ezzel próbálunk biztosra menni. De amikor
egyik cég, másik cég behoz veszélyes kiegészítőket, azzal nem tudunk mit tenni. Tehát gyakorlatilag szinte az összes céget, hogyha megnézzük 10-15 évre visszamenőleg, akkor azért találunk egy-két olyan terméket, ami már dopinglistás volt akkor is, vagy később lett dopinglistás, csak változott a szabályozás. Tehát dolgozunk abból, ami van, és megnézzük, hogy ki van rajta a bevizsgált készítmények listáján. De ezt nem szokták frissíteni, mert itt sok pénzbe kerül, senki nem vagyunk felelősséget. Vedd meg még mielőtt betiltják. Hát ez az amatőröknek még egy működőképes lehetőség, legfeljebb már problémái lesznek, tehát az egészségügyi kockázata megvan, de van ilyen reklám. Igen, tehát, igen, innen jutott eszembe. Tehát azt mondom, hogy ez egy sportolónál, aki komolyabb szinten is versenyben indul a sportol, nem jöhet szóba, hogy valami olyat fogyasszon, ami egy picit is doping gyanús lehet. És ha ilyen általánosan beszélünk, mondj nekem egy top 5 táplálék kiegészítést, vagy egy általános képet, amire törekedni kéne a táplálkozásban. Tehát megfelelő fehérjebevitel, meg valamilyen fehérje. Én azt mondom, hogy marha is jó lenne, de ez most egy elég divatos dolog, de nagyon sok esetben azt gyakorlatilag kötőszövetből állítják. Köszönöm. Elő. Tehát nincsen. Ezt szajkózom mindig, amikor meglátom, hogy a szarban. Soha az életben nem fogok bele is ülni az izomba közvetlenül, tehát ez egy jó minőségű marha. De hát a gumicukor is. Valódi marhában tudjuk biztosan. Tehát látjuk az aminosabb profilját, akkor meg tudjuk mondani azt, hogy ez jó egy sportolónak, vagy semmi. Alapfehérje az kell, alap multivitamin az nem áll. Omega-3 kiegészítés az szintén nem áll, beta-alanin, kreatin, esetleg HMB, de ezt nem kell mindenkinek szednie. Igen, de azokat mondtam, amelyeknek azért van egy bizonyos megalapozottsága.